Három asztalon két napon át folyt a Városi Asztali Teniszbajnokság top 10 záróversenye a Szekszárdi Sportközpontban. 11 csapatból kikerült legjobb játékosok csaptak össze a pingpongasztal felett körmérkőzés keretein belül. Egyetlen serdülő résztvevőként Bruher Lilla képviseltette magát a versenyen, aki már 7 éve hódol ennek a sportnak. Ezen a megmérettetésen most először vett részt. Elsősorban szeretnék jól játszani, de nem is az fontos, hogy nyerjek, hanem hogy jól meccseket játszok. Tolnai Asztali Teniszklubnál játszok, és igen, hát 8 évesen kezdtem, most pedig 15 éves vagyok, úgyhogy országosan a legjobb eredményem az 6. hely Újoncban, Serdülőben pedig 8. hely, és a legjobb helyezésem az régiós bajnokságon az első helyezés, és Zsinórban 3-szor is megnyertem. A kétnapos rendezvényen az első nap 5 meccset, a második nap 4 meccset játszottak a résztvevők, amiből a végén kialakult egy végeredmény, hogy ki a legjobb játékos a városi bajnokságon. A városi bajnokság ez a sportcsarnoknak a saját sportrendezvénye tulajdonképpen. 11 csapat van benne, van egy őszi forduló, meg egy tavaszi forduló, ahol minden csapat ugye játszik a másikkal, és akkor így az egyéni eredmények, ahogy kialakulnak a bajnokság végére, akkor az a legjobb 10 játékos kapott meghívást. 3 játékos nem tudta most vállalni a játékot, így azért vannak pótjátékosok, és úgy tulajdonképpen a 11, 12 és 13. is tud részt venni a versenyen. Így. A versenyzők ugye, most körül kell néznem hirtelen, Paksról, Dunaszekcsőről, Bátáról, vannak szekszárdi játékosok, Tolnáról, nagyjából ilyen, és megoszlott az összetétel. Ez úgy történik, hogy a sportcsarnoknak van egy versenykiírása, amit most már 6. éve ugye én csinálok, én kezelek, én szétküldöm e-mailbe, jelentkeznek a csapatok, ők megadják a névsort, hogy kik játszanak a bajnokságba, és akkor így mindenki jön időre, megvan a sorsolás, hogy kinek mikor kell jönni, hány órára, ki kivel játszik, és így szépen zajlik magától a bajnokság. Volt olyan időszak, amikor 13-14 csapat is képviseltette magát a rendezvényen, de az utóbbi 2-3 évben ez a szám lecsökkent 10-12 csapatra. Vannak, akik kiöregedtek, abba hagyták, már nem olyan intenzitása, illetve hát ez a pandémiás időszak ez elég jól megtépázta a játékosokat, de mikor nyitott újra a sportcsarnok, hogy lehetett pingpongozni, akkor szinte mindenki jött első szóra, hogy játszom. A bajnokság végén a legjobb játékos a dicsőségen túl elnyerte a vándorserleget is, amire a szervezők minden alkalommal rágravíroztatják az első helyezést elért versenyző nevét.